Egy gomnyomásra előbukkant a hidraulikus rámpa, majd a teherautó sofőrje a raktérből egy kézi targonca segítségével elkezdte kipakolni az egészségügyi felszereléseket. A dobozokról kiderült, hogy a termékek Kínából származnak, de az angol felirat elárulta, hogy többek között kesztyűk, maszkok, arcvédő pajzsok érkeztek a József András oktatókórházba. Az egészségügyi intézmény munkatársai segítkeztek a kipakolásban, és ahogy eddig is a munkát a kórház parancsnokság felügyelte. A szállítólevél szerint a koronavírus elleni védekezéshez több százezer, többnyire egyszer használatos eszközök érkeztek Nyíregyházára. Ez már a negyedik kamion, ami egészségügyi felszereléseket hoz ide a nyíregyházi József András oktatókórházba. Természetesen speciális felszerelésekről van szó, ami a koronavírus elleni védekezéshez szükséges. Megnéztem a szállítólevelet, egyébként elképesztő számok vannak rajta, de a itt dolgozók azt mondják, hogy nem olyan sok ez. A napi munkához természetesen ilyen számokra, ilyen mennyiségekre van szükség. Többek között 480 ezer kesztyű, több ezer szájmaszk érkezett, olyan speciális szájmaszkok is, ami FFP2-es minősítésűek, ezek már képesek megszűrni a koronavírust is, így nagy biztonsággal tudják használni az egészségügyi dolgozók. A kesztyűkből, maszkokból, arcvédő pajzsokból nem csak Nyíregyházára, hanem a Mátészalkai és a Fehérgyarmati kórházakba is jut. Az egészségügyi dolgozók elárulták, hogy ezekből fogy mostanában a legtöbb, így nagy szükség van arra, hogy a raktárakat alaposan feltöltsék. A koronavírus elleni harc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is folytatódik. A kormányzati kommunikációs weblap szerint kedden 47 olyan paciens volt regisztrálva, aki a tesztek alapján megfertőződött az új típusú koronavírussal. Közülük többen is kórházi ápolásra szorulnak.